Mehet. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Itt Szolga Bálint is, ez itt a GGC Real Talk első műsora. Tényleg, hogy ezek után békén hagy. Először be szeretném mutatni a mai vendégeinket. Itt van velünk Jackass. Sziasztok! Hát ezt nem is gondoltam volna, hogy egyszer Szolga Bálint ezen a csatornán még műsort fog vezetni. Hát most nyugi, ezt én sem. Lőrinc Gábor. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Én se gondoltam amúgy, hogy te is vezetni fogol. Patkó. Sziasztok. És hogyha még vállalja persze, akkor Ákos. Sziasztok. Majd beköszöntöm. Na és persze Dani. Dani csak. Igen. Ő pedig a műsor szíve, az operatőr. Így van. A Good Games Channel vezetője. Dani is itt van velünk, ha megszólal. Most igazából a műsor egy olyan zárt és nyílt beszélgetés közötti határt akartam ezzel a műsorral megcélozni. Szóval választottunk egy témát, de ezen a témán belül nyíltan tudunk így beszélgetni. A mai nap egy elég komoly témáról fogunk beszélgetni, ez itt Real Talk a címe. És de most jutott eszembe, hogy sok liga van, ahol a versenyzők alapvető dolgokat rontanak el. Egy pillanat, bocsi, hogy belevágok. Ha a példámat meg mered említeni, tudod mi lesz. Beperelsz. Aha. És alapvető dolgokat rontanak el, és ezzel mások szórakozását teszik tőle, mikor valaki a boxban tolat. A ligák mit tudnának ez ellen tenni? Lehet olyan adott kiképzést kitalálni a versenyzőnek, hogy megtanítják arra, hogy ne tolassanak őket a boxba? Nos, ti erről mit gondoltok, srácok? Szerintem ezt megkérdezem, Jackass-fi erről mit gondol? Hát igazából itt nem az a lényeg, vagy nem az volt neki a szándék, hogy tolasson. Szerintem itt a kétségbeesés, meg a pillanat tölt részébe hirtelen bepánikolt. Gondolom túlment a boxon az illető, és ő gyorsan vissza akart tolatni. És ezzel balesetet okoz, vagy veszélyes helyzetet okoz. Egyébként megsugom, Lőrinc volt, de mindegy. Szóval... Ja, már mindegy. Amúgy tényleg úgy volt, hogy... hogy átmentem a boxon, hiába álltam bele a piros kockába, azt jelezte, hogy átmentem és hátrébb kellett tolatni, aztán valaki úgy vélte persze, hogy trollkodok a boxba. De hát... Nem, azt hittem, hogy a boxon. Nem tudtam, hogy menjek tovább, vagy tolassak vissza, aztán azt választottam, hogy vissza tolatok. Olyan eset már velem is volt, hogy azért nem tudtam beállni a boxba, mert konkrétan egy pilóta engem túllökött, vagy éppensége úgy lökött be a boxba, hogy elcsúsztam a... Hogy rendes, úgy, hogy rendesen be tudjak állni. És emiatt mehettem be egy plusz kört. Neki azt történt már velem is, de igazából most arról szerettem volt a ti véleményeteket megkérdezni, hogy lehet valami olyan dolgot, vagy egy kiképzést idézőjelben kitalálni, hogy itt meg lehetne az ilyen fiatal versenyzőknek történt például, ami én is voltam régen, hogy ne tolass a boxba, ne trókodj, ne küldd ne másikat, ha tudjuk hova csetem. Belegebb így folyamatba. Igen, meg hogy például ne dobd el minden második kanyarba, meg ne futamon üst ki a másikat az SC mögött. Na Jackass, szerintem mit gondolsz, mintha valami ilyesmit ki lehetne találni? Mindig a vezető, kérdezlek. Hát igazából hát mindenkinek helyet kéne hagyni a másiknak. Tehát ha bejön a safety car, akkor mindenki lemarad egy kicsit a másiktól, nem kapkod. Ezt sose értettem, ezt a safety car-os balesetet, hogy ezt hogy lehet összehozni. Ja, pedig elég sok volt, hát igen. Azt tegyik hozzá. És olyanok is, akiről nem is gondolnád. Akik ilyen, igen. Vagy olyan a versenyzők, akik alapból akkor kezdték meg nagyjából a szezonjukat. Ja, de van olyan is, aki is már ilyen 4-5 éve versenyzik, aztán nem szándékosan csinálja, csak véletlenül megcsúszik, vagy valami, és abból is tömegbaleset okozhat. Meg ugye abból az esetből, hogy valaki túlságosan is hirtelen fékez le, és az a olyan láncreakciót idéz elő, hogy 5 vagy 6 ember egymásba megy. Ja, vagy például az első helyzet nagy sebességgel megy a safety car mögött, aztán belemegy, aztán azzal is ott kóvályok, gondolom első hát szány, vagy kerék a nélkül. A saját akkor azonnal kizárja a szerver, vagy maga a liga. Ezt meg kell tanulni, annyi a lényege. Igen. Hiszen lehet gyakorolni. Meg kell tanulni, hogy száznál többen ne nagyon menjen a
a pilóta, amikor a safety car mögött halad. Ja. Meg inkább felvezetőn sem, mert ott is volt olyan baleset. A felvezetőn hogy... meg pláne, nem persze. Például én beléd mentem izé felvezetőkörbe, volt már olyan eset. Nem létszel, Peti. Tudod, a mi közös esetünkről tudnám itt mesélni. Ja. Penyem, valahogy hogy hívják. Vagy Pembébe, Pembé. Úgy hívják azt a pályát. Ja. Amikor a utolsó előtti kanyarban, ami nem olyan egyszerű ott úgy eltalálni a szöget, hogy, ja, hogy még tudjad melegíteni is a gumit, és a fékezni meg pláne nehéz, hogyha kigyorsítasz abba a kanyarba, és így ugye lett belőle egy ütközés a felvezetőkörön belül. Ja. Szóval hiszem lehet gyakorolni ezt, meg kell tanulni. Ilyen esetekben az a tanácsos, hogy azokon a részeken, ahol ezt nem érdemes csinálni, hogy a gumit melegíted, akkor inkább menjen az ember egy ilyen átlagsebességet, ilyen 100 körül, aztán utána még lesz egy rá lehetősége, hogy melegítse a gumit, amíg feláll a rajtrácsa. Mivel most egy másik ilyen dolgok eszemből időd, amit általában a fiatal és hát idézőjelben amatőr versenyzők elkövetnek, az igazából, mit tudom én, az első rajt utáni első kanyar, ami sokszor volt én például megint kedvenc kolléginánktól lőnt, hogy idézem, amikor belevágódott a mezőnybe egyszer rajt után. Nem tudom, lehet volt olyan, vagyis nem tagadom, volt szerintem, de akkor amúgy volt olyan is, mikor direkt szálltam bele valakibe, de volt olyan is amúgy, hogy kicsi volt az FPS, nem aztán nem láttam semmit, de azért muszáj volt elindulni, mert ugyebár élveztem, hogy versenyzek ilyen 5-10 FPS-sel, de ez a lényeg megoldódott, aztán most már minden jó megy. Dani felvetett egy példát a versenyzői jogosítvány vagy licenszről, a véleményetek mi a? Mit lehet? Be lehet ilyet vezetni, érdemes. Van már ilyen, nem akarok életni, van már ilyen másik ligában is. Azt tudom, de... hogy van sokféle. Ja, de van értelme, nincs értelme szerinted? Ezt abban az esetben lenne érdemes, hogyha fokozatosan követel az adott pilóta olyan szabálytalanságokat, amelyeket... Ja. Vagy annak, aki egy újat pilóta például nagyon ritkán, vagy nagyon kevés esetben követel például. Jó, de előbb-utóbb az a tapasztalat, hogy úgyis megadják az engedélyt. Tehát a legtöbb liga nem teheti meg azt, hogy a jelentkezőket elküldi, mert nincs túl jelentkezés. Az a bizonyos tekintetben a pilóta felállást is minősíti, továbbá, hogy attól függ ugye, hogy éppen hány fős mezőnyről beszélünk, igen, ez is igaz. Jó, de jó példa. Viszont vannak olyan ligák, ahol érthetetlen, hogy bizonyos pilótáknál miért nem vezetnek be olyan szankciókat. Én azért most megadtam mindenkinek az tudták mondani példát, nem is mondom most konkrétan a ligát, több ligáról is tudok, hogy például volt olyan esetem, hogy egy versenyző azt kérte rajtam száma, hogy én miért előzöm meg kanyarba, mert ő képtelen úgy használni a játékot, hogy be tudja kapcsolni a tükröt a kanyarba. Hogy én miért mehetem kanyarba megelőzni. Pasztor szolgonádó. De egyébként is sokszor megadtam mindenkinek az esélyt, emlékszek, Szidike szinte majdnem minden körbe kapott egy kört, de aztán még már pár futam után pontot szerzett. Hogy ott mondjuk... azt hiszem, csak Franciaországba törte nagyon össze magát, aztán utána vele jön így célba. Van Lőrinc, aki esetleg limiterrel ment körbe a pályára. Na és én Fordonádó. Ez most komoly Lőrinc. Nem tudta kikapcsolni a limitert. Ez jó, ez tetszik. Aztán az első hivatalos futamán Katarban meg már pontot szerzett. Úgyhogy... Meg Long Beach-be első helyről elfüstöltem. Ja. Úgyhogy... Meg többször vannak olyan fajta hibázások, amik fel nem fogok, hogy vannak olyan versenyzők, akik figyelembe nem véve azt, hogy éppenséggel jön a mezőny, vagy sem, hogyha éppen kiforog, fogja magát, és így visszatér a pályára, aztán csodálkozik, amikor összemegy egy másik pilótával, és számon kéri rajta, hogy mi a jó Isten. Most éppenséggel pont megint Lőrinciet jött elő nekem, például a Nürburgringen az tavalyi szezonban a DTM ligában. Pati. De nem emlékszem, más mi volt? És aki már csinált ilyet. GP2-be is például. De vajon, nekem valami olyan dolog jutott az a szempam, hogy annól még a GP2-be történik, nem fogok említeni, de
Csak azt nem tudom, hogy emlékszel-e arra az emberre, aki még szerintem mondjuk így dolgozott, még aztán vezető is volt. Ugye, aki aztán két futamon indult talán, aztán kettőn indult. Szóval ő volt az, aki kiírta a csoportba, hogy ez mekkora egy borzalmas liga, és akkor szépen kioktatta az egész csak. Igen, rá gondoltam. Jaj. Annyira szépen kioktatott minket, hogy az a fáj. Hát ott az volt, hogy ő Vagrin atya, ugye a pap az jelentkezett, egyszerre jöttek, mind a ketten újoncok voltak. Vagrin ugye sokszor megállt a célegyenes közepén, mert mit tudom én, evett volt, az közben ott leparkolt a célegyenes közepén, ez tesztem volt. Lambin Bertalan pedig nem került el, hanem belemelt 300-al több országban a célegyenesben. Nem az, hogy pedig simán elkerülhettem volna, mert volt elég hely az érzés a célegyenes. Hallodják, ez nem az, hogy megállt és akkor eszket nyomok, nem zavarom más játékát, megállt a célegyenesben, hogy végtávon és akkor hát mert éppen vacsor előtt van, hogy megállt ott. Ugye elmondott egy hibát, ez megállt a végtávon. Nem akart újabb felvezetőt menni, ami volt újabb megállt. De a Lambi Bertalan meg elkérdezi, nem egy kicsi célegyenes, nem egy monakói célegyenes, a török isztambuli pálya. De nem bírt elkerülni, neki ment, ezért teljesen kibukott a Bertalan is. Szerinte itt mindenkit neki kéne betanítani, hogy igen. Olyan szinten legyenek az emberek, mint ő. Igen, hát ő sztár versenyző, aki valami 7 másodperceket erre kapott. Erre most lehetne mondani, tudod, az csak ez, hogy egoizm. Erre most lehetett mondani, hogy Lőrinc Gáborizmus. Ja. De nem egyszer volt vita egyébként, és sok ligában van vita. Egyébként erről mi a véleményed szólva? Tehát minden ligában szokott általában. Igen, de minden ligában van ez egy nagy pofájhű, hát nem mondok ki azt akart, tehát mondjuk úgy, hogy picit nem szállás agyilag. Aki teljes mértékű passzolja a világ körülötte forog, ő a legjobb versenyző. Az a kettő, aki kenni rá másról. Amúgy bocs, hogy beleszólok, nekem mennem kell, de helyettem hoztam nektek egy ember Borbéru Landonnak, adjátok meg a szobajelszót, bejön, aztán ő is tud hozzászólni, mert régóta itt versenyzik. Ott van a... Látjátok, itt van fölöttünk. Na, további jó beszédet, köszönöm, sziasztok! Köszönöm, részt vettél! Való, való. Abból ez a kis... Lőnc Gábort hallhattuk. Igen, a kiszögyorsat, hogy menekültem másik szobába, nagyon kedves. Szóval, folytatva szerintem nagyon sok ilyen ember van a ligákba elszorva, mint például a Langbind bácsi, aki majd az, hogy ő majd igen, mert mindenki szépen kioglod, hogy hogyan kell igazából vezetni, közben hát ők tényleg a Pastor Maldonado szinten vannak, csak az a gond, hogy az egójuk kb. Egy Michael Schumacher 2 szinten van. Akkor fel lehet azt mondani, hogy ezek teszik általában tönkre másnak a szórakozását, hogy más felmegy szórakozni egy versenyre, egy kis ligának a kis versenyre, vannak 13-an mondjuk, és akkor valamelyik egyik valamelyik idióta elkezd valami problémát, és a tényleg nagyon fel tudja húzni az ember agyát. Meg vannak olyan esetek, amikor a mezőnynek egy töredéke problémázik egy adott szabály bevezetésén, és ugye utána meg állandóan variálgatni kell a szabályzaton. Volt egy liga például, ahol azon ment a vita, hogy a gumikopás hányszoros legyen. Mert eredetileg úgy indult az adott szezon, hogy háromszoros gumikopással megy. Igen, csak ez a mezőny háromnegyede konkrétan szenvedett az adott tesztfutamon, amikor ezt leteszteltük. Jó, lett belőle kétszeres gumikopás. Az se volt jó az egyik pályán, jelesi bűnő volt ez a pálya, és utána kénytelen volt az igazgató egyszeres gumikopást bevezetni, mert egyszerűen annyian hisztíztek amiatt, hogy nem képesek többszörös gumikopással menni azon a nyomvat pályán. Mindig vannak ilyenek. Csak ezt te már találkoztál ilyenekkel? Hát biztos volt már rá példa, most így nem ugrik be, de volt. Tuti. De viszont volt egy olyan példa is, hogy érthetetlen szabályt vezetnek be, és csodálkoznak, hogy utána a mezőny igencsak szétszorulik. Például volt egy olyan szezon szintén ugyanabban a ligában, nem mondok nevet, de sejtik, akik majd mondjuk meghallgatják ezt a közvetítést, hogy fogják, és olyan szabályt vezetnek be, hogy például
annyira szoros benzinfogyasztást állítanak be, meg gumikopást, így ami van. Konkrétan alig lehet irányítani az autót. Egyébként Csipa Gábor is múcik a Dávid esetében. A billentyűs versenyzők azok két pilótát óriási lemaradásban vannak a kormányos versenyzőkhöz képest. Igen, igazából ez egy hátráltató tényező lehet, hogy egy mod éppen kormányokra, vagy éppen billentyűzetekre mondta ez az időmű, te is mondtál, hogy ez is nagy szakadékot képezhet a billentyűzetek és a kormányosok között. De valahogy a témára egy picit én mentem mindkettővel, igazából még első pár évben mentem billel, aztán persze is beütöttem egy kormányra. Hát a kormányon persze sokkal jobban lehet a kanyarokat venni, jobbak a kigyorsításért, hogy a pedálom is könnyebb, mint mondjuk az A betűt nyomogatni azért. Szépen lehet odagúrni a gáz, tehát a billentyűzeteseket is meg lehet tölteni, közöttük is vannak nagyon jó versenyzők. Mondjuk azért billentyűzetről kormányra átszokni, hogy itt az elég nehéz, nem tudom, hogy... Ja, azt többen mondják, de én még nem álltam át, mert egy, az nem fektettem rá hangsúlyt még ilyen állás szerint, meg úgy voltam vele, hogy ami ez így elsősorban jobban hozzá vagyok szokva, azt még mindig tudom kamatoztatni, mert vannak olyan ligák még mindig, ahogyha igen jól megtagod az autó kiállítását billentyűzettel, akkor simán fel tudod venni a versenyt még egy kormányosra is. Lásd a DTM ligába, ahol én megyek már több szezon óta, meg a GP2 szériába is. Mindegyikben van dobogós helyezésem, billentyűs létemre. Egy olyan mezőnyben, ahol egynek a többsége kormányos versenyző. Hát igazából persze az a kettő között azért látszik, hogy van különbség, de azért a mok is ugye billentyűzetés lehet rohadt gyorsan menni, és a kormányon is lehet marha lassan menni. Mert csak ezt lemutolta magát, ezért most Petit fogom erről megkérdezni. Majd mondok egy másik példát, sokan kritizálják. Gondolom nem kell bemutatnom neked az Orbán Tomit, meg az Orbán Petit. Nem kell. Ők billentyűzete szinte ugye tudtak kimagasló teljesítményeket elérni több bajnokságban is, ugye. És... tehát nem feltétlen múlik azon, hogy éppenséggel billentyűs vagy éppenséggel kormányos. Csak azon, attól függ, hogy éppenséggel milyen fire verzión mentek. Igazából itt kellettem most megkérdezni. Hello. Szia, köszöntöm a műsorunkban Borbé Rolandot, aki mondja, hogy Holarás Fentén szobát. Hát nyugi, ezt én sem tudom. Szóval igazából ugye műsort forgatunk, és most éppen arról van szó, hogy a ligákban vannak ugye, hát eléggé pénz a versenyzők. Van egy például, amikor annól lőnyt targatott a boxba, vagy amikor mit tudom én, beleszállt a mezőnyből az első kanyarba, és éppen azt beszéltik, hogy erre lehet-e valami megoldás, hogy nem ugyan bele nevelni beléjük, hogy azért mégse kéne az első kanyarba beleszállni a mezőnybe, vagy miért kéne tolatgatni a boxban. Te erre mit gondolsz, Aloli? Hát meg lehet tanítani az embereket, csak hát nehéz. Te mikor az izére emlékszel a Long Bain Bercire, a problémázósra? Nem jön. Hát gyakorlatilag pont azt beszéltük, hogy ugye ő volt az, aki ugye el kellett problémázni azon, hogy Vagri meg, hogy ezt mondaná, Vagri megállt a célegyenesben pihenni, megállt a célegyenesben pedig pihenni, kajálni, nem tudom, mi volt egy konyakot, nem tudom, mi volt vele, és hát ugye utána... Igazán még belezárt a különböző probléma alatt, hogy nagyon ki fog itt mindenkit oktatni, hogy majd minket megtanít versenyzni, hogy milyen rossz pilóták vagyunk, hogy a versenyzőknek van kettő fajtája, van az, amelyik marhaszal, az 70%, van a 30%, ami tűr, ami kb. A Berciből állt a nagy tehetségből. Nem akartam névszerint őtét, csak egy Jack ezt mondta, ezt szóval muszáj voltam. És pont erről beszélgettünk, és felvetettünk egy másik témát, hogy a
kormány és a billentyűzeteseknek a harca, hogy... Jaj. Erre mi a véleményed, Roli? Hát... Billentyűzetesként... Ó. Azt kell, hogy mondjam, hogy igazából... Ha ügyes vagy, akkor nincs csak a különbség. Meg lehet tanulni, billen is jól menni. Lásd, gyekez példáját. Igen, csak ebből én próbáltam mindkettőt, ugye, amit mondtam, hogy első pár évemben, hogy billentyűzettel mentem, aztán váltottam én kormányra. Én kormánnyal jobban éreztem magam, de az jött abból is, hogy nagyon átszoktam rá az utóbbi időben, és sokkal jobban tudok ma azzal versenyezni. Pont arról beszélgettünk, hogy ugye vannak jó billentyűzetesek, mint például az Orbán Peti, meg az Orbán... Tomi? Na, az... Már csak azt kéne. Meg ugye csak ez is olyan, ugye? Igen, és itt vannak jó kormányok, mint például a Carl Silvester. De most szerintem kicsit kanyarodjunk vissza az alaptémunkat, amit felvetettünk. Tehát még vannak olyan fajta problémák, hogy egy bizonyos versenyző nem bírja a féktávon úgy belőni magának a távolságokat, többszöri alkalommal is, hogy azzal több pilótát ugye kilök, vagy kiejt. Ugye, emlékszel, Roli, tavalyi szezonban például a Juhász Krisz hányszor összeütközött veletek a Russian Time pilótákkal? Tudod, Monakóba is. Dél-Amerikában, Brazíliában is. Igen. Hogy ezeknek amúgy mi a véleményetek, hogy bizonyos pilótáknak ezt gyakorolnia kéne egyáltalán ezt a, hogy ha egymás mellett vannak, akkor így megtanulja, hogy mikor érdemes betenni mellé, hogy amikor meg akar jelőzni, vagy ez múlik a másik pilótatársán is, hogy ő éppen hogyan helyezkedik az adott kanyarba. Igazából akkor kettő kicsit ez, kicsit az szerintem. Igazából az... Megakadt a beszéd. Bocs, én is csináltam már olyat még annó, hogy mondjuk például... Igen, már egy úr emlékszel. Igen, amikor versenyeztünk így egymással úgy, hogy simán szabad egy volt, és így betettük egymás mellé, tapasztalgattuk, hogy hol érdemes fékezgetni, és ebből teljesen sokat tanulhat az ember. De hát a másik félen is fogjuk például, hogy bekapcsolja a tükröt, Peti, és azon, hogy nem ezt kérdik, és nem száll le beléd a kanyarba, de gondolom a lényeg ebből lejött, hogy az gyakorolni kell, szerintem a szabad edzéseknél, de ez megtanulható szerintem, az egy pályán ki kell tapasztalgatni, hogy hol érdemes fékezni, és hol érdemes betenni. Milyen későn tudsz egyáltalán fékezni, igen, mert bizonyos pilóta nagyon szenved azzal a legtöbb pályákon, hogy úgy eltalálja a féktávot, hogy ne szálljon bele a másikba. Lásd az én esetem a legelső szezonban, amikor Argentínába mentünk, és Kis Bence, nem tudom hány kilométer per órával, de belém szállt. Azt én külsőiben voltam. Igazából szerintem mindig a háttérőnek kéne figyelni, és ezt meg kell tanulni igazából, hogy persze, mikor, hol fékezel, meg ha eszed van, akkor rendesen fékezni fogsz is, hogyha előtted valaki fékezésre fogod lenni. Szóval, ja. Meg gyakorolni kell a tömegbe autózást. Ennyi. Igazából az új pilótának a legrosszabb, amikor mondjuk egy jó időmérő után bekerülnek a középmezőnybe, úgy előttük a középmezőny, vintőn közepe eleje is az élmezőny, hátul az az 5-6 versenyző, aki ott szépen elszórakozik magában, és ugye hát... Hát ott mondjuk ki szépen, hát bénáskodik ott hátul, bekerül a középmezőnybe, jön a rajt, jön az első kanyar, aztán hát szerintem hát ennek már tudjuk, hogy lesz a vége. Ha meg több olyan verseny is volt, például az argentin futamok alapból ilyenek, hogy az egyes vagy a kettes kanyarban már olyan karambolt idéznek elő, amiben 5-6 pilóta belekerül, aztán győzze az ember kikerülni őket,
Ja, vagy például volt egyszer olyan, hogy emlékszel, Rory, Szingapurba, hogy a mezőny annyira összetömörült, hogy az első szektor legvégén tudod, akkora dugó alakult ki, hogy nem lehetett egyszerűen kikerülni a mezőnyt, ami össze-vissza volt. Emlékszem én is, hogy megpróbáltam megállni, aztán hátulról belém szállt valaki, mert egyszerűen nem bírtunk már megállni, mert láttuk, hiába láttuk, hogy a mindenfele vannak autóroncsok, vagy éppenséggel olyan autók, amelyek így megsérültek, vagy megforogtak. Egyszerűen nem lehetett kikerülni, mert már annyira el volt, be volt dugulva az egész pálya. Szerintem akkor ott mentem már, ezt együtt mentünk be az emberekbe. Mikor mindenki keresztben tettünk. De amúgy nekem is ott van ilyen sokszor, hogy rendesen veszem a féktávot, és mögöttem csak úgy kilöknek. Fékezés nélkül szintén. Na az nekem a tridentesek pilótákkal volt ilyen élményem egy jó párszor. Sajnos mind a kettővel. A Tóta Virával is, meg a Bicovivivel is mentem már így össze. Azt hittem engem említettem. Nem, a Tóta Tirára meg a Bicovivire gondoltam. Petia. Engem ki is ütött ki az estén mögött úgy, hogy amúgy, mint a Peti még az adás elején beszéltem a lánca akcióról, mindenki meg kell fékezni, és a lánca akció, és ugye nem tudom ki volt ma, azt hiszem Mészáros, Attila nem még benne biztos, nem tudom ki volt, de volt az, aki tisztelve belünk szállt hátulról, úgy, hogy hátszószállnék, mondjuk egy ötjék helyről futmoroghatta az ember a boxba, csak akkor még Sáros is elvett, pedig a bonozében előtte voltam eléggé. De akkor úgy vett meg Sáros, hogy hát szarva daráltak előtte, ugye? Én mindjárt megnézem, ki volt egy pillanat, mert az tényleg egy elég idegesítő volt, hogy így lett vége a futamomnak. Hát, senki sem belül annak, hogyha bizonyos pilóták hibájá okán ugye befejeződik egy másik pilótának a futama. De szerintem minden egyetértünk, ugye szerintem mindenkit már a versenyzői pályafutatáson egyszer már mindenképpen ütöttek ki. Utána megy elől, az valaki hátulról hirtelen beleszáll. Ettől sem tudnánk hitelni egyet felítélni, volt már. Meg volt olyan is, amikor még annó, még a régi CH-s időimben 14-15-ben volt az, hogy volt egy liga, ilyen CH-s liga volt. Tök jól láttam, volt, szóval akkor éppen nem álltam jól, és persze tag volt a szerver, mert CH igazából is hamacis izé volt. Szóval összevisszalag volt a szerver, és akkor jön az első helyezett, kék zászló, mögötte a másik, ilyen meg hát húzódok félre, és félrehúzódtam, és a futam után elkezdtek reklamálni, hogy én egy másodperccel később húzódtam félre, mint kellett volna, hogy Bahreinre, a Rocky Bahrein futamra kaptam 5-6 helyes büntetést, és közben az volt a gond, hogy Bahreinben azon a pályán a pólért mentem, szóval nagyon jó altak voltak, és kijelentett, mondtam, hogy pozit, ez a lakolás miatt voltam, hogy félhúzottam, hogy mi láttam a kézzászlót, hogy tudti, hazudok meg nekem, nincsen igazam, hát jó, hát azért jó, hogyha egy liga mögött a legjobb liga vezetés, de azért ennyire jó, azért ennyire jó ne legyen már, légy szíves. Ja. Főleg úgy, hogyha közben még lagol is a szerver. Igen. Az a kentőm, hogy jössz, most lagol a szerver, és itt már nem is látsz semmit, neki megy ilyen mellett, hogy tudod, hol vagy, és a végén egy puff, így a pálya szél ilyen, mint vír pálya, vagy akkor ilyen szétült, mert Scott is, mert amikor szétült az autója, mint az Indy 500, nem tudom, ki nézte. Néztem, de amúgy rátéve erre a ligákkal kapcsolatban, ugye voltak még olyan ligák, én azon rögtem mindig, amelyek nem vették észre, hogy már azért van eltérés az autók között, mert nem egyformán vannak az adatok állítva, és így tovább, és tovább. Meg hogy nem jönnek rá arra, hogy lásd az én véleményemet, az egyik ilyen ligában már nem létezik az liga, Trinát ligának hívták, és
csodálkoztak azon, hogy én másodpercekkel gyorsabb tudtam lenni a Williams-szel. A 14-es mód volt ez, F1 Mániának, nemrég jelent akkor meg a mód. És utána csodálkoznak, hogy én miért megyek annyira jól azzal a kocsival. Aztán kiderül, hogy mert az lett a legjobbra beállítva az adott módba, és... Amikor izé... És ők így nem jutottak el odáig agyilag, hogy emberséges fizikát csináljanak bele a játékba. Aztán lett így belőle cirkusz, egy csomóan kiléptek belőle, maradtak egy ilyen 5-6 heten, aztán azóta meg is szint az a liga. Igazából nekem volt egy ilyen szintén, akkor nem az volt, hogy én szívtam meg valahogy, ezért nem a liga tetszó egyszer, csak én szoptam bele, és tudom milyen liga volt, én 2000 nem tudom hányos módon mentő, de ilyen 8-9 körül, és volt a futam, törött Nighty, és hát valahogyan a 20. helyet, a 3. helyre kvalifikáltam, és kb. 18-20-et túloztam, a 3. helyre kvalifikáltam, én vezettem a futamot. Senki nem értett, és meggyorsítottak azzal, hogy persze egy csaloknak az egyértelmű, és akkor kiderült, hogy bakker, mit bugot kaptam. Na, szóval azt mondom, hogy egy picit most térjünk vissza arra a témára, amit elkezdtünk. Amúgy Dani dobott fel egy jó ötletet, amit még meg se kérdeztünk Rolitól, hogy te mit gondolsz ilyen szuper licenszerűdről bevezetésről a ligákban, hogy a versenyzői engedélyt vagyok, ki kéne érdemelni valami kis teszt, vagy valami, hogy azért ne tolass a boxba, meg ilyenek. Te mit gondolsz erről? Az a gond, hogy nyilván egy ilyen tesztel senki nem fog tolgatni a boxba. Meg szerintem mindig is annyi ember van az R-faktorban, hogy ilyet lehessen csinálni, nem is nem 15 ember. Abból megszerünk fizetetem, nem lehet versenyezni. Szóval... Persze. Meg olyan konkrét szabályozás kell, amely konkrétan elmagyarázza, hogy mit nem érdemes csinálni, és milyen szabályszegést mond maga után. Mert ugye meséltem én a közvetítésben itt, hogy vannak olyan ligák, ahol szezon közben variálgatnak a szabályozaton, mert azt a ligát hozta példának, amelyikben én versenyzek, hogy kezdjük a szezont úgy, hogy háromszoros gumikopás van ugye a ligába, leteszteljük egy tesztfutamon, a mezőny 3 de hiszizik miatta, jó, lesz belőle 2. Aztán elkezdünk a Bruno pályához, és megint sokan problémáznak, hogy igen, hamar elfogy a gumi, és így tovább, és így tovább, lesz belőle 1. És ez egy szezon közben. Szerintem egy épp elmélyű ember nem fog ilyeneken vitázni. Igazából szerintem sem, hogy egy picit visszatérjünk arra, amit akartam volna mondani, hogyha például nem kezdve volna megint az életét elmesélni, hogy igazából én azt vettem észre, hogy az emberek nem nagyon szokták a lényeknek a szabályozat menüpontot elolvasni, mondod csak ott egy díszvizék, hiszen oda egy ilyen dísznek lenni, hogy ott csak az ilyen mesetem rajta, hogy állok aztán csődöd, a szabályozat nem azért mondod, hogy csak ott legyen, és igazából azért a büntetőpontok alkalmazása jó, hogyha valamit csinálsz, hogy a büntetőpont az, hogyha, mit tudom én, sokszor tolhatsz a boxba, sokszor ütszkét, vagy kétszámszor 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 az első kanyarba, akkor igenis tiltsanak el téged egy futamról, akkor igen, téged büntetőnek meg valahogy, mert azt nem lehet tűrni, hogy tolhat a boxba, nem áll meg, első kanyarba kiüt mindenkit. Értem. Igen, ezeket nyilván szabályozni kéne. Az a büntető pont azt szerintem jó, tehát amúgy... Meg amúgy nem csak ezt a ligáját akarom feltétlenül nekem mondani, de ugye csak ezt úgy találta ki a szabályzatot, hogy három olyan komoly szabálytalanságot van, amelyikben vagy figyelmeztetnek, vagy valamilyen büntetés kapsz is, ugye azután volt egy futamos eltiltás. És ez ugye Szilveszternél is volt, Lőincnél is, tehát ez... Akármilyen pilótánál van előfordulhat. Igen. Ez mondjuk igaz, amit a Danuka a fővet kérdés, hogy mi van akkor, hogyha egy adott versenyző a pont verseny végén van, és leszarja az egészet.
Akkor ezt ki kell tiltani, ennyi. Ez meg a másik, igen, hogyha a három szabálytalanság elkövetése után is nem változik a hozzáállása. Akkor ki kell rúgni akkor, a francba. Akkor ugye jön a kirúgás abból a ligából, ugye. Ennyi. Az a konti most magára kapcsolja, most minden, minden a rosszabb. A ligazatés is megújja a, igen, persze, a versenyzőnek Pati. A nem tisztességes versenyzéshez való hozzáállását. Na, köszönöm, szóhoz engedtél jutni. Szóval, csak azt kezdtem volna elmondani, hogy igazából oké, hogy három futam után kirúgják, csak az a gond, hogy a mai Alert Factor 1-es világban már hitte alig-alig versenyeztek, a nagyobbak már rég eltértek az Alert Factor 2-re. Van vagy az Assetto Corsa-ra. Igen, és csak ugye azok maradtak itt, akik vagy élvezik az vagy retrózni akarnak, hogy nincsenek hozzá a gépigényük, hogy az RF2-t futtassák. Én vagyok én is egyébként, be kell, hogy valljam. Mert nincsen pénze megvenni a játékot, vagy valami. Amúgy inkább... Hogy sem mondjam? Amúgy nyugodtan tenni, csak ennyit akartam. Inkább eljönni, szerintem egy 15 fős mag inkább, aki nevesen ott van, és normálisan versenyzik, mint egy 20-25 ember, aki amúgy nem tud viselkedni, szóval én... Szóval... Ért is igaz. Ja. Érted? Hát valahogy azt szűrni kell, csak úgy kéne szűrni, hogy azért nem olyan agresszívan szűrni, csak azért egy kicsit tényleg, hogy ezek a tehetségtelen, semmi sem tudók, nagy pofájúak ne kerülhessenek be, és ne ronthassák el másnak a szórakozását. Meg a néhány év versenyzőnél az a legfőbb probléma, nem feltétlenül minden versenyző, ugye, hogy van egy szabály arról, ugye, hogy mennyit kell minimum teszteni egy adott versenypályára. És így ezt semmibe veszik. Jó, azoknak a pilótáknak speciál nem probléma, akik ugye konkrétan már többször mentek azon a pályán, többször versenyeztek az adott bajnokságba, azoknak nem kell olyan sok kör, hogy visszaszokjanak a versenypályához. De hogy egy újonc is így áll hozzá az egészhez, az már eléggé problémás. Ti hogy vagytok vele ezzel? Na, én nem mindig futom meg azt a kört, ami kell. Ezért is mondtam azt, hogy vannak olyan pilóták, akik ugye már megbocsájtató nekik olyan szempontból, ugye, hogy ők már többször mentek abba a bajnokságba azon a pályán, vagy ő többször is voltak már ilyen szituációban. Szerintem ennek ellenére. Igazából be kéne tartani a szabályokat, és mindenkinek meg kéne futni összük a... Még akkor is fején sem futom meg mindig. Hát azt szerintem igazából ilyen tényleg valaki tapasztaltabb, mondjuk egy 107%-ot alkalmaznák, mert szerintem a gépéket is volt, hogy valaki nem érte a tűzni a 107%-ot. Igazából lassan elfogy a műsoridőnk, még annyi szerintem van időnk, hogy egy-egy módon mindenki összefoglalja a lényeget, hogy ő mit gondol az egészről, hogy az alaptémánk az volt, hogy mit tudnánk ez ellen tenni, ezek ellen az üzék ellen, hogy műtetőpont, szabályzat, módosítás, vagy bármi, amit tudnánk ellen, ez ellen tenni. Először kérdezném Betit, hogy te egy módonban foglalod össze, hogy te mit tenni, hogyha te vezetnél mondjuk a GP2-től igaz. Egy módonban. Vagy kettőben, Peti, akkor... Akkor egyszerűen 2 percen belül, jó? Átlátható szabályzat, amely konkrétan és részletesen elmagyarázza, hogy egy adott szabálytalanság milyen büntetéseket von maga után. Rendben, és a Roli? Hát meg kell szűrni a tagokat, meg megbüntetni azt, aki megérdemli. A bűnösök bűnhagyja. Igen. Mindenki egyébként. Igazából én is összefoglalom támogatni a büntetőpontokat, meg én is inkább a szűrés mellett állok, de egy átlátható szabályzat se jönne rosszul, ami nem ilyen száraz mocskomor, ugye a sok fiatal, aki beözönlik, aki ugye sokszor tapasztaltunk mellett, hogy jönnek a versenybe, és semmi se tudnak, és fiatalok, és bénák. Szólok a Bálint. Igazából Borbély Roland, igazából ennyit akartam, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, itt ott van Dekesz, aki most éppen le van mútolva, itt van egy külön Lönc, aki jelmet, itt ott vanunk Roli, és viszont Peti, hallásra. És Peti.
Sziasztok! Akkor Pati, nem köszönöm már ezt, akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Örök, hogy itt voltatok, sziasztok! Bye!